A bérlakások államosításáról 1952-ben döntöttek. Egy évvel később a fővárosban már a lakások kétharmada volt tanácsi kezelésű. A házak működtetésére létrehozták az ingatlankezelő vállalatokat, vagyis az IKV-kat. És a plafon egy helyen beázott, aztán beázott egy másik helyen is. Felhasználták a legmodernebb megoldásokat. Hiába. Itt is csöpög. Ha a lavór már kevés volt, jelezték a bajt a házmesternek, aki hívta az IKV-t, az meg jött javítani, vagy nem. Legyünk egy kis türelem, mert elő vagyunk jegyezve. Előjegyezve? A lakás ettől rendbe jön? Nem jött rendbe, ahogyan a többi 720 ezer tanácsi bérlakás sem. Egy 1989-es interjúban Súlyog György, a fővárosi tanács lakáspolitikai főosztályának helyettes vezetője azt mondta, hogy az IKV-k évente 500 000 riasztást kapnak. A lakbérekből befolyt pénz pedig a hibák kijavítására sem mindig elég, nemhogy a felújításokra. Azok névleges lakbérek voltak, tehát igazság szerint az olyan volt, mintha mindenki egy szociálisan rászoruló lett volna. Tosics Iván évtizedek óta foglalkozik a témával, példákkal igazolja, hogy annak idején lehetetlen volt a lakbérből fenntartani a bérlakásokat. Az a lakbér az nem differenciált egyáltalán. Mondom, a lakbérnek köze nem volt ahhoz, hogy milyen család lakik a lakásban. A lakbér attól fűtött, hogy összkomfortos-e a fűtés vagy komfortos, és van-e fürdőszoba és WC a lakásban. Ezek után volt 22,50 a lakbér a összkomfortos lakásban, ami távfűtéses, mit tudom én, 15 forint a komfortosban, amelyik csak konvektoros, most a csakot idézőjelbe téve. Az összeg négyzetméterre értendő, vagyis egy egyedi fűtésű 50 négyzetméteres lakásért havonta mindössze 750 forint lakbért kellett fizetni. Ráadásul 1971 és 83 között még az inflációval sem nőtt ez az összeg. Kutatások szerint a lakások fenntartása háromszor annyi volt, mint amennyi a lakbérből befolyt. Ezt a helyzetet változtatta meg a rendszerváltás után a bérlakások értékesítése. Volt olyan év 95-ben, amikor 106 ezer lakást adtak el egyetlen egy évben. Tosics Iván azt mondja, hogy az MDF-es kormány a többi parlamenti párt asszisztálásával gyakorlatilag neki ajándékozta a bérlakásokat a lakóknak. Azért mondják, hogy nemzeti ajándék, sokan, mert a szabályozás szerint a lakás értékének, és egy alulbecsült érték volt már annak idején, ahogyan az IKV-k ezt értékelték a lakásokat, annak a 30%-a volt az eladási ár. Hogyha a ház nem volt felújítva 15 éven belül, már pedig a házak többsége nem volt felújítva, akkor meg 15% volt az eladási ár. Hogyha pedig valaki letette azt a pénzt készpénzben az asztalra, akkor 10% volt az eladási ár. Ráadásul az, aki nem tudta egyben kifizetni a minimális vételárat, 25 év kamatmentes hitelt kapott. Nem meglepő, hogy ezek után szinte mindenki megvette az addig csak használt ingatlanát. A korábbi 720 ezer bérlakás 90%-a elkelt. Nálunk kevesebb bérlakás csak Litvániában és Bulgáriában van a kontinensen. Arról, hogy az eladás jó megoldás volt-e, megoszlanak a vélemények. Az ugyan tény, hogy az állam fillérekért adta el az ingatlan vagyonát, de az is igaz, hogy ezzel megőrizte azt a közpénzt, amit korábban a fenntartásra kellett költenie. Onnantól kezdve ugyanis az már az új lakók feladata lett. Persze csak, ha volt miből. Újlipótvárosban nem nagyon talál már lepukkant bérházat, mert ott olyan középosztálybeli családok laknak, még ha idősek is, ők összerakták a pénzt és felújították a házat. Viszont rengeteg olyan eladott bérház van, ahol semmi nem történt, a lakosok többsége képtelen döntésre jutni, mint társasház, és abból a jobb családok elköltöztek, mert hiszen ők hiába újítják fel a saját lakásukat, hogyha egy teljesen lepukkant házon belül van. Tosics Ivánék már a 80-as évek végén, vagyis az eladási hullám elindulása előtt jelezték, hogy igazságtalan és rossz lépés lesz a privatizáció. Szerinte az idő őket igazolta. Ha csak drágában adták volna, már az is egy megoldás lett volna, hogyha 60-70%-ért adták volna 15% helyett. És azt mondták volna, hogy fölvetsz egy kölcsönt, abból megveheted, és a kölcsönt neked vissza kell fizetned, akkor a drágább lakásokért több pénzt folyt volna be. Tehát még az is egy jobb módszer lett volna. Így viszont egy hihetetlen mértékű nemzeti ajándékot kapott a magyar lakosságnak egy kis része. A szociológus szerint azért pozitívumai is voltak az értékesítésnek, a többi között az, hogy sok akkori fiatal juthatott olcsón lakáshoz. Napjainkban hasonló nemzeti ajándék már elképzelhetetlen, hiszen az eladó lakások lényegében elfogytak. A kis számú maradék pedig vagy műemléképületben van, vagy nem lakás, hanem valami más, például üzlethelyiség.